A környező Szőnyi utcákból sokan érkeznek friss házi tojásért Andráshoz és Kamillához. A fiatal pár nemrég egy szabadháztáji gazdaságot hozott létre Szőnyben, hogy friss és egészséges tojást kínáljanak a környékbelieknek. 2017 óta foglalkozok őstermelői tevékenységgel. Kezdetekben még csak kevesebb tyúkunk volt itt a házunk körül. 50-80 darab tojótyúkunk volt, és ennek a tojását értékesítettük innen háztól. Az állat szeretet az pontosan édesapámtól jön, hiszen ő is szerintem több mint 30 éve foglalkozik állattartással, illetve mezőgazdasággal, és hát én pont apukámnál találkoztunk, vagy ott ismerkedtünk meg, mert az András apukámhoz járt dolgozni az egyetemi évei alatt, hogy megismerkedjen a szakmával. András Keszthelyen állattenyésztő mérnökként végzett. Hogy kamatoztassa egyetemi tanulmányait, elhatározta, hogy szabad háztáji gazdálkodásba fog. Egészséges házi tojással szolgálja ki a faluban élőket. Kedvesével Kamillával kezdetben 50-60 tyúkkal foglalkoztak, az igények azonban nőttek, hiszen kapós lett a házi tojás, ezért a fiatalok bővítették az állományt. 250 darab tojótyúkunk van. Itt, ahol most vagyunk az istállóban, szabadtartásban tartjuk tyúkjainkat. Ez azt jelenti, hogy nem egy zárt tartásban vannak a tyúkok, hanem szabad levegőn, illetve nyitott részen tudnak lenni. Használunk egy rázspadlós felületet is nekik, ez a trágyakezelésünk szempontjából nagyon fontos, ugyanis szeretnénk azt, hogy itt a környékbeli lakosoknak ne okozzon nagy gondot, hogy mi állatokat tartunk. Tyúkjainkat általunk készített takarmánnyal látjuk el, ami azt jelenti, hogy mi készítjük nekik a takarmánykeveréket, amit az általunk termelt földterületekről származnak. A fiatalok családjuktól sok segítséget kapnak, hiszen az állattartásban nincsen szabad nap. Minden reggel azonos időpontban kezdődik nálunk, reggel 6 órakor felkelünk, ellátjuk az állatainkat, és utána indul a nap többi része. Egyébként mind a ketten még egy 8 órás munkakört töltünk be, szóval mindent munka mellett csinálunk, munkavégzés előtt, illetve munkavégzés után. Esti etetések azok 5-től 6-ig szoktak történni, utána történik tojásházhoz szállítás, tojásrendezés és trágyázás, tápkeverés, mi egymás dolgok. Napi szinten 200-220 darab tojást gyűjtenek össze a fiatalok, melyet a vásárlók pillanatok alatt elkapkodnak. Tapasztalatok alapján még mindig nagyobb az érdeklődés a tojásra, mint amennyi igényt mi ki tudunk szolgálni, tehát hogy mindenféleképpen célunk a tojóállomány bővítése a továbbiakban. Azt gondoljuk, hogy az emberek egyre jobban kezdik azt a dolgokat preferálni, hogy nem egy szupermarketben vásárolt, ipari termelésből származó termékeket vásároljanak, hanem egy alternatív tartásból, ahol azt látják az emberek, hogy igenis találkoznak, el tudnak ide jönni a vásárlóink, találkoznak a tyúkjainkkal, igenis látják, hogy ezek tényleg szabad levegőn vannak, zöld takarmányt is kapnak, milyen takarmányt etetünk velük, és ezáltal egy sokkal frissebb, egészségesebb tojást tudunk vásárlóinknak nyújtani. Varga Tamás Komáromból heti rendszerességgel jár tojásért. Azért járunk ide, mert ugye, tehát ez háztáji, ugye, tehát nincs benne adalékanyag, stb., nem nagyüzemi, hanem ugye kisüzemi háztáji, ahogy mondtam is, és mi ezért szeretünk ide járni, mert jó minőséget kapunk, messze jobb minőség, mint ami a boltban van. Tehát mi ezért szeretünk ide járni és vásárolni itt. A paletta bővítése céljából disznótartással is foglalkoznak. Jelen állás szerint viszont csak kismalacokat, illetve kézhízókat értékesítenek. Céljuk egy húsfeldolgozó helyiség kialakítása. A házi tojást helyben értékesítik, illetve heti rendszerességgel házhoz szállítással szolgálják ki vásárlóikat.